Ez a videó olyan ételekről és kiegészítő táplálékokról fog szólni, amelyek különböző módon segítik a tünetek mérséklését autoimmun betegségek alatt. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az autoimmun betegségek száma drámaian növekszik, és simán előfordulhat, hogy gyakoriságban a század közepére még a szív- és érrendszeri betegségeket is lehagyják. Az autoimmun betegségek három nagyobb lépésben alakulnak ki. Az első az áteresztő bél szindróma, ami azt jelenti, hogy a bélfal integritása romlik, így a bélből bekerülnek a nyirok majd a vérkeringésbe olyan részecskék is, amelyeknek nem kellene, és amelyeket az immunrendszer elkezd ugye megtámadni, vagy mivel már olyan sok van belőlük, megzavarodik, és végül a saját szerveink, szöveteink ellen fordul. A második összetevője az alacsony D-vitamin szint, D-vitamin gyulladás csökkentőként működik, tehát az alacsony szintje növeli a gyulladások esélyeit. Ugye minden autoimmun betegség fokozott gyulladással jár. A harmadik pedig, ami ténylegesen beindítja a betegséget, az valamilyen lelki, érzelmi jellegű felfokozott stressz esemény, jellemzően olyan, ami valamilyen veszteséggel jár. Elveszítünk valakit, vagy valamit. Az első kulcsfontosságú vitamin, amit pótolni kell autoimmun betegeknek, az a D3 vitamin, ami elengedhetetlen ugye a gyulladás csökkentéshez. Dr. Cicero Coimbra, egy brazil orvos, aki az életének egy jelentős részét a D vitamin kutatására tette fel, az alábbiakat jelentette ki. Az összes, vagy majdnem az összes autoimmun betegnek valamilyen mértékű rezisztenciája van a D vitaminra. Ez a rezisztencia genetikai eredetű, tehát a génjeinkben van, egyrészt örökölhetjük, ez a ritkább, másrészt pedig valószínűleg az életünk során az elején említett felfokozott veszteséggel járó lelki stressz hatására mutálódik a gén a szervezetünkben. Azaz mi magunk idézzük elő a genetikai változást azzal, hogy gyakorlatilag nem tudjuk megfelelően megélni, feldolgozni a veszteséget vagy a traumát. Itt már érzékelhetjük azt, hogy milyen mély összefüggés van az érzéseink és a fizikai állapotunk között, amiről az orvosok többsége még mindig nem akar tudomást venni. Tehát, ha autoimmun betegségünk van, sokkal nagyobb dózisban kell a D3-at pótolnunk, hogy hatást érjünk el vele. Ez a nagy dózis minimum napi 40 ezer nemzetközi egységet jelent, de akár fel lehet menni napi 200 ezerre is. Bővebben ezzel kapcsolatban keres rá a keresőben a Coimbra protokollra. És fontos, hogy ugye legyen mellette de egy szakember is, aki segít ebben. Nem sokan vannak sajnos itthon. A második kiegészítő táplálék, ami szinte minden autoimmuvezeknek tud segíteni, az a kolosztrum. A kolosztrum prolinban gazdag peptideket tartalmaz, ezeket klostridinnek is nevezzük, mely vegyület Erős immunmodulázó hatással rendelkezik, azaz képes lassítani az intenzív immunválaszt autoimmun betegeknél. Úgy fejti ki a hatását, hogy megállítja a linfociták túltermelését, és serkenti a segítő és a szupresszor T-sejtek előállítását. Tehát lényegében ráveszi az immunrendszert, hogy megnyugodjon, és ne támadja vagy ne támadja annyira a saját sejtjeinket, legyen az pajzsmirigy hashimoto alatt, vagy a bőr, ugye pikkersumor alatt, vagy a szöveteink mondjuk lupus esetén. Hasonlóan fejti ki a hatásait a húsleveslé vagy a csontleveslé is, amely szintén tele van prolinnal és glicinnel. A lassú lángon hosszú ideig főzött csontleves vagy húslevesre keresse a keresőben, most az elkészítésére nem térnék rá, több videóban is beszéltem már róla. A betegségek alatt naponta ihatunk két-három nagyobb pohárral belőle. Ha nem tudunk rendszeresen fogyasztani húsleveslét, csontleveslét, kiegészíthetjük a bevitelét hidrolizált kollagénnel is. A kollagén is hasonlóan hat, a kollagénnek is a prolin és a glicin a két fő összetevője. Autoimmun betegségek alatt kulcsfontosságúak a probiotikus ételek is, mint például a savanyú káposzta, kimcsi, stb., illetve a probiotikumok szedése. Az áteresztőbél kialakulásának egyik fő előidézi a bélflóra leromlott állapota, ugyanis jelentős mértékben a bél baktériumaink felelnek azért, hogy a bélfal az megfelelően egészséges állapotban legyen. Tehát szedjünk jó minőségű probiotikus készítményeket, akár többet is egyszerre, és kezdjünk minden étkezésünket valamilyen zöldséggel, vagy erjesztett zöldséggel. Például savanyú káposztával, kovászos uborkával, kimcsivel, vagy ha nincs tejallergiánk, kefirrel. Itt kell azt is megjegyezni, hogy minden olyan étel vagy gyógyszer, ami károsítja a bélflórát, az növeli az autoimmun betegségek esélyeit. A glutamin képes csökkenteni a belegben a gyulladásokat, és elősegítheti az áteresztő bél megszűnését. A glutamin a glutation elővegyülete, a glutation a testünk egyik legerősebb saját antioxidánsa. Rengeteg fontos feladata van, például a máj regenerálásához elengedhetetlen, de részt vesz a DNS létrehozásában, segíti az immunfunkciókat, regenerálja a C és az E vitamint, és fontossága a higany méregtelenítéséhez is. Glutamint nagyobb mennyiségben rendszeresen a vörös káposztával, tojással, lazacsal, csirkehússal és marhahússal tudunk bevinni. Ez a pótolható ugye porformában étrend kiegészítőként is. És végezetül nézzük meg azokat az antioxidánsokat, amelyek leginkább a bélfal helyreállításán keresztül segíthetnek autoimmun betegeknek. A három legjobb a szulforafán, a kurkumin és a DGL, azaz a glicerin édes gyökér. A szulforafán főként a brokkoliban, illetve a brokkoli csírában van jelen, de étrend kiegészítő formában is pótolható. Én brokkoli csírát ennék naponta, plusz szednék mellé szulforafán tartalmú készítményt is. A kurkumin a kurkuma fő hatóanyaga, amit szintén kapszula formában tudunk bevinni jelentősebb mennyiségben. A DGL-t pedig édesgyökérből, édesgyökérből állítják elő, és szintén kapszula formában pótolható. Úgy keres rá, hogy DGL kapszula. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és az meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.